Sziasztok! A mai videóban folytatni fogjuk a tetőkkel kapcsolatos szerkesztési alapismereteket. Két típusú tetővel fogunk még foglalkozni, az egyik az a manzár típusú, a másik pedig a hollandi féle tetőszerkezet. Ezeket nézzük meg, hogyan lehet gyorsan és ügyesen a SketchUp-ba kiszerkeszteni. Kezdjük is el a munkát, töröljük ki a papírmasé figurát, elforgatjuk a nézetet, és vegyünk föl egy alap síkidomot a Rectangle Tool-lal, ami mondjuk legyen 8x8-as, ez fogja megadni az épületünk alapját. Ezt aztán a Push-Pull Tool-lal húzzuk ki, körülbelül 5 méter magasan. Oké, az alapok már meg is vannak. Most egy új tool-t fogunk megtanulni, hogy az úgynevezett manzár típusú tetőszerkezetet ki tudjuk szerkeszteni. Ez pedig nem lesz más, mint az offset, azaz az eltorás párhuzamos szerkesztésnek is fölfoghatjuk. A kijelölő eszközzel válasszuk ki a felső felénk néző lapot, klikkeljünk rá, ezután, ha rámegyünk az offset tool-ra, akkor már is, ha egy élét kiválasztjuk, esetünkben ez tetszőleges, meg tudjuk adni, tehát ki tudjuk szerkeszteni az eltolt éleket befele is, és természetesen kifele is tudunk szerkesztés végrehajtani. Most kilépek a parancsból, csak azért, hogy megmutassam, hogy hogyan lehet még párhuzamos vonalakat szerkeszteni. Tehát vagy egy alaplapot adunk meg, egy alapsík kidomot adunk meg az offsetnek, vagy előre kijelölünk minimum 2 élt. Például én most kijelölöm ezt a 2 élt, és így választom ki az offsetet, ráklikkelek az első felémeső élre, és megint csak megadhatom az eltolásnak a mértékét. Alapvetően így működik az offset eszköz. Most kilépek ebből a parancsból, kijelölöm az alapsík kidomot, offset parancs, ráklikkelek egy tetszőleges élre, és az eltolás mértékét 1 méterre veszem fel. Ezután kijelölöm ezt a belső négyzetet, és a move parancsal meg fogom próbálni elmozgatni a kék tengellyel párhuzamosan fölfele, és az eltolás mértéke körülbelül 3 méter lesz. Ráklikkelek egy végpontra, és megpróbálom elmozgatni. Lehet látni, hogy ez mindenféle irányba történik, csak éppen a kék tengely irányába nem. Az Alt parancssal válasszuk ki az Auto Forward kommandot. Ebbe az esetben már láthatjuk, hogy el is mozdul maga a kiszerkesztett négyzet, kék tengellyel párhuzamos a vonalunk, tehát minden oké, már csak a mértékét kell begépelnünk, ez legyen 3 rajzi egység. El is készültünk, most már csak a manzár tető csúcsa hiányzik, ezt ugye a vonal parancssal tudjuk kiszerkeszteni, átkötöm keresztbe a négyzetet, megkapom a tető középpontját, ezt pedig a move parancssal fogom, hogyha sikeresen kijelölöm, tehát a move parancssal fogom elmozgatni körülbelül 1,5 méter magasra. És tessék, kiszerkesztettünk egy manzár típusú tető szerkezetet. Most jöjjön a hollandi féle, ugyancsak fölveszem az alapsíkot, körülbelül ez is legyen 8x8-as, kihúzom a push-pull-lal, és ami igazán izgalmas lesz az az, hogy most egy ívvel fogom kiszerkeszteni a tetőnek az alapvonalát, kiválasztom az ív parancsot két ponttal, és figyeljük meg, hogy a sides az 12, tehát 12 szegmenssel közelíti az ívet, esetünkben ez most legyen 4. Beütöm, hogy 4, enter, megadom az első pontot, a másik pontot, és ugye a harmadik klikkeléssel az ív magasságot adnám meg, a kék tengelyt megtaláltam, rögzítem a shift-tel, és ezután már ráklikkelhetek a másik épületem csúcsára, hiszen ugyanilyen magas tetőt szeretnék szerkeszteni a hollandi típusú házamnál is, megvan az alapsíkunk, hát most már ugye adja magát, hogy a push-pull tool-lal ezt a felületet húzzuk ki, és készen is vagyunk. Csak hogy, ha jól megfigyeljük, azt láthatjuk, hogy ez a felület olyan
olyan smooth lett, sima, nem lapokból és élekből áll, hiszen a SketchUp egy ívvel dolgozik, meg kéne neki mondani, hogy öreg, ez nem egy ív, hanem most már poligonnal közelítsd, ezért vonjuk vissza ezt a műveletet, Ctrl-Z-vel visszavontam, jelöljük ki az ívnek a kontúrját, tehát az éleket, majd jobb klik, helyi menü, és válasszuk az Explode Curve opciót. Azaz kiszedte az éleket, már látszik, hogy élekkel dolgozunk, tehát nem szegmensek, nem egy hívnek egy szegmensei, hanem egyszerű élek, és akkor nincsen más hátra, mint a push-pull tool-lal ezt húzzuk ki, rögzítjük az endpointnál, és tessék, el is készültünk, ugyancsak pillanatokon belül ki tudtunk szerkeszteni kétféle tetőszerkezetet, az offset és a ív parancs segítségével. A felesleges éleket természetesen, hoppá, ez itt nem felesleges, de ezen az oldalon a felesleges éleket ki lehet törölni, hogy még szebb modell kapjunk. Láthatja mindenki, hogy nagyon gyorsan és egyszerűen lehet összetett objektumokat a SketchUp-ban kiszerkeszteni. Hát innen fogjuk folytatni. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok ma is.